Angelika Habpatron vagyok, és ez pedig a saját csatornám. Ma különböző koktélokkal foglak megismertetni benneteket. Kutyákból is van rengeteg féle, kiskutya, nagykutya, keresztezik őket. Keresztezettekből újabb keresztezéseket csinálnak, ebből lesznek a korcskutyák, de aztán utána a korcskutyák ugye máfaj tiszta kutyák lesznek, így lehet az italokkal is akár kombinálni. Úgyhogy most szilveszterre való készülődés. Gyanánt! Ilyeneket fogok nektek megmutatni. Az első a málna szörpös kóla lesz. Természetesen lehet ezt kiwi szörpe, banán szörp, az nincs, de bármilyen szörpe. Mehet rá a kóla, kész. Hogyha nincs otthon pezsgő, mert ugye szilveszterkor gyakran elfogy a pezsgő a boltokba, elfogyott, mit csináljunk? Hát csináljunk mentoszos kólát. Kóla, és jöhet bele a mentosz. Nem szeretem a madártejet, de aki szereti, az biztos, hogy nem fogja elfelejteni ezt a két íz kombinációt. Jöhet bele a kóla, bolondítsuk meg egy szívószállal, ha még található otthon nálunk ilyen, csak ne dobjuk el, használjuk fel utána több mindenre. Lehet tisztítani a szívószálat, vagy apró karikákra vágni, és akkor úgy átfűzni rajta zsinort. Következő koktélom az igazából nem is egy koktél, hanem egy nyelvészeti utánjárás. Rengeteg összetett szavunk van, például szarvas, az nem jó. De például van egy ilyen gyönyörű szavunk, ami teljesen érthető, és ez pedig a kristályvíz. Itt most ugye adódik a lehetőség. El is készült. Eleve ez egy gyönyörű ital, mint itt látjátok, ahogy itt úszik benne. Akármilyen kavicssal ki lehet próbálni. A kommunizmusban, már aki ugye élt abban, mert nem mindenki, de ugye azért régen ebben éltek emberek, és ott is csináltak szavakat, hogy volt a télapó, és akkor például az ivólé, ami valójában egy gyümölcslé. Hát, ezt most csak így mondtam, hogy van ilyen, hogy ivólé. Elfogyott a tonik, de még ginünk van. Simán lehet egy tormás gint csinálni. Megvan ez a orrtisztító hatása. Itt a gin. Ezt beleöntöd. Hú, nagyon finom illata van. Itt van nekünk ez a ketchup. Ebből fogunk Vladimirit készíteni. Jöhet rá a vodka. Egészségetekre. Mondhatom, ugyanolyan, mint az eredeti. Az idei rapid menükedvencem mustáros kóla, így bele. Mi az, ami még hiányzik a szilveszteri menühöz? Természetesen a virsli, ami jelen esetben egy répa lesz, hiszen én nem eszek húst. Ezzel búcsúzom tőletek, boldog új évet kívánok! Iratkozzatok fel a csatornámra, most kérlek írjátok meg nektek, melyik koktél ízlett a legjobban, illetve hogy mit öntenétek, mibe. Boldog új évet!